Piola, aztán újra Alef. Most talán sikerül bontani. Petják lő, és egy óriási gól. Petják révén megszerzi a vezetést a Molfehérvár csapata. Az első olyan alkalom volt, amikor igazán tudott bontani a Vidi az Eto Parkban. És rögtön Petják került lövőhelyzetbe, aki kapásból kilövi a jobb felső sarkot. Fagyasnak gyakorlatilag esélyesen volt, ezt egy korábbi fázisban lehetett volna megakadályozni. Nagyon szép a kényszerítő, és Petják révén megvan a vezető gólja a fehérváriaknak. Még a szünet előtt lélektanilag talán nagyon-nagyon fontos. Az ukrán játékosok jelezték együttérzésüket ezekkel a pólókkal a gól után. Ezért is különleges Petják számára ez a találat. Könnyeivel küzd az ukrán futballista.